körülbelül 12 kg tartós élelmiszert rakunk, ami áll lisztből, étolajból, rizsből, cukorból, tésztából, margarinból, tartós konzervekből, kicsi nagy konzerv, tejából, talán körülbelül ennyi. Ildikó épp egy húsvéti csomagtartalmát sorolja. Kertvárosban 70 tartós élelmiszert és csokoládét tartalmazó csomagot készítenek, melyeket nagycsaládosoknak, csonkacsaládoknak, rászorulóknak és hajléktalanoknak osztanak majd ki. Ezen kívül minden csütörtökön a korlátozások bevezetése miatt ruhán kívül élelmiszert továbbra is osztanak a kertvárosi Karitás csoport munkatársai. Mai nap folyamán kaptunk körülbelül 150 kiló almát, amit a mai nap folyamán el is osztunk. Kaptunk péksüteményt, kenyeret és egy kevés zöldséget, azt is természetesen, és hát akinek nem jutott zöldség, azt pótoltuk tejjel. Marika 1999 óta segíti a kertvárosi szegényeket. Míg korábban a Kolping mozgalomban dolgozott, most a Karitás csoportban tevékenykedik. Húsvét előtt kaptunk nagy Karitástól is dolgokat, például béres csepet, amit sajnos a kertvároshoz tartozó telepen nagyon sok, a kiskertekben nagyon-nagyon sokan laknak, nekik nagyon jó jött, de sajnos C-vitamin nem volt hozzá, úgyhogy azt nekik kellett megvenni. Azon kívül most még gyűjtöttünk cukrot, lisztet, zsírt, margarint, teát. A húsvéti csokoládécsomagokat a Karitás központban csomagolják, és a helyi csoportok osztják ki a gyerekes családoknak nagy csütörtökön.